Sziasztok, itt Templier, és végre elérkeztünk ennek az eventnek a végéhez, amiben hát két nap alatt 78 szintet léptem, 425-ös legendás szintről indultam, és most az 503-on vagyok, és hát még megy két támadásra, az utolsó percek, amíg bírják a valkűrök, igazából beérni remélhetőleg fognak, de hazaérkezni már valószínűleg nem. Most gyorsan elküldtem őket még két támadásba, hogy tegyék hasznossá magukat, és hát amondó vagyok, hogy nézzük végig akkor ennek a két napnak tulajdonképpen a pontos eseményeit, miket tanultam, miket csináltam, és hát mik lettek tulajdonképpen a szinten kívül az eredmények. Nézzük meg, hogy először is mennyi dicsőségpontot sikerült összeszedni. 7,5 millió. Azért vegyük bele, hogy körülbelül 40 ezresével szereztem a dicsőségpontokat, úgyhogy ezt már is kiszámolom, hogy ez körülbelül mennyi támadás. Mondjuk legyen, számoljunk 40 ezerrel. Ugye 7518 ezer, amit elosztunk 41 ezerrel. 183 támadás, meg még megy kettő, az 185 támadást indítottunk körülbelül. Szintenként olyan 11-12 ezer tapasztalatpontot kell szerezzek, illetve amikor elkezdtem ezt a szintezést, akkor még elég volt talán kereken 10 ezer tapasztalatpont is. Szóval körülbelül kettő támadásra ö, kaptam egy szintet, illetve most már két és fél inkább, ahogy így haladunk előre, és ugye egyre több XP kell egy, -egy szinthez. És hát amit észrevettem, az az, hogy nem csak ugye az 5000 XP-s küldetésünk ad rendkívül nagy mennyiségű XP-t, hanem maga a támadás is darabja körülbelül 200, de van amelyik 250 tapasztalatpontra is fölmegy, és ezekkel kiválóan el tudjuk érni azt, hogy Ugye azok a pár száz vagy pár ezer tapasztalatpontok, amik szükségesek még a kerekötezreken kívül, azokkal tök jól ki tudjuk egészíteni így az XP bevételünket. És hát tudjátok, volt itt, amit kiszámoltunk, ez a 64.894 katona, amivel indítottam az eventet. Na már most ö, vettem szerintem még egy, a, hát 10.000 körül a, a Kovács mestertől, illetve itt az akciókban volt 15.000 ingyen valkűr, amik még nagyon sokat rátettek erre a támadás számra, amit el tudtunk indítani. Tulajdonképpen a támadóim azok most mind ebben a kastélyban vannak. 7500, meg ugye egy tartalék 2500 veterán halálegységet mindig hagyok, hogyha esetleg nomádozni kell. Úgyhogy ez tulajdonképpen a teljes sereg, úgyhogy mellette majd, hogy nem végig folyamatosan toboroztam ami maradt a 60 ezerből, vagy pontosabban, hogyha hozzáadjuk még a vásárolt egységeket, akkor 70 ezerből, illetve még 15 ezer valkür is volt, amiknek az utolsó darabjai azok itt mennek is ott fognak dezertálni a beérés után kicsivel, és a valkörökből, mint láthatjátok, sokkal kevesebbet bukunk, 200 -at. Igen, itt sajnos játékos támadás miatt mindjárt ezt is megmutatom, átcseréltem a hőst, és nem vettem észre, úgyhogy itt egy pici XP-t buktunk azáltal, hogy néhány támadásomnál nem lett meg a 40 ezer dicsőségpont, de hát ez a 10.000 XP, ez tulajdonképpen hát egy szintnél is kevesebb. Összességében az eventben nagyon ritkán történt meg az, hogy 40 ezer alatti dicsőségpont kaptunk. Hát itt a végén most már, hogy abszolút próbáltam redukálni a zászlóknak a mennyiségét, így egyszer-egyszer előfordult, de ezeket is beleszámolva az egész event alatt szerintem összesen nem érte el a tizet az ilyen támadásoknak a száma, ami azért szerintem egy elég szép szám. Ugye vannak olyan parancsnokaim, amiken dicsőséginváziós, ilyen dicsőségpont bónuszos hős van, itt is látható például 82%-a dicsőségpontos támadásoknál, és ezekkel az első hat parancsnokomon van ilyen hős, azoknál 33 uralkodói lobogóra redukáltam, és a többinél a 7 10-esig pedig 42 az, amivel mindenféleképpen megszerezzük a 40 ezer dicsőségpontot, szóval kiszámolhatjuk, hogy az a rengeteg-rengeteg zászló, ami még maradt a azután, ezután, uralkodói lobogóból szerintem 5000-et használtunk el az egész event alatt mondom, majdnem 200 támadás. Meg még volt talán 1000 vagy 2000 lófarkos lobogunk, de hát hogy a lófarkos lobogót az folyamatosan veszünk a kovástól, uralkodóit is egy minimálisat, de itt vannak még ilyen elit zásztóink, illetve itt van 6%-os ilyen királyi lobogó. Ezt is el fogom használni a következő eventben, mert előfordul néha, hogy összekeverem az uralkodói lobogóval, és akkor ezt később abból veszem észre, hogy a királyi lobogóból kereken 2000 van, és ha annál kevesebb van, akkor tudom, hogy véletlenül királyi lobogót raktam uralkodói helyett, ami hát ugye nem jó, mert ez kevesebb pontot ad, úgyhogy azokat a támadásokat olyankor vissza kellett hívni, hogyha észrevettem, és újra elindítani. Hát szerencsére mindegyiket észre tudtam venni, mert hát azért nem fordult elő olyan sokszor ez a hiba, és akkor vannak még itt 9-10 meg 11 os zászlóink, amikből meg még kevesebb fog kelleni, úgyhogy lassan most már azt számolgatom, hogy a legendás 500-as szint az megvan, szerintem itt be is fogom most vágni, amikor elértem a gyönyörű szép screenshotokat, hogy milyen nagy csinnadratta volt, meg talán itt meg meg tudom mutatni. Az eredményeknél itt van elértük a legendás 500 es szintet, szóval a legendás 550 az garantáltan meg lesz év végére, mivel ugye év végéig tervezek pörgetni is egyet, még egy száz egyet, ami most már két héten belül, illetve abból levesszük ezt a két napot. Igen, tehát, hogy 9 nap, 10 napon belül fel tudom venni a másik 101 pörgetős videót is. Ez nem feltétlenül fog megtörténni, mondjuk, mert Szeretnék most egy kicsit pihenni, feltölteni a, kastélyomat, leginkább az mert ez isből abból teljesen kifogytam, tehát most konkrétan arra sincs ez Istöm, hogy, hogy megvegyem még a maradék ilyen eventes alapeszközöket, amikre szükség lesz a szamurájnál meg a nomádnál, de most szamurájnál szerintem klasszikus módba fogok menni, hogy csak rengeteg mennyiségű aranyat meg ez is kapjak, ugye abból katonám nem lesz, de mindegy most egy tízezret azért megőriztünk erről az eventről, Nomádnál pedig majd, hát már a, a nehéz plusz mód jön, azt hiszem, és ott meg természetesen elkezdünk a rendes nomádokkal foglalkozni. Tehát ott, ott már sajnos ezt nem tudom megcsinálni. Mindenesetre a jövő héten biztos, hogy nem lesz ilyen idegen támadós történet. Egyet támadok nyilván, hogy, hogy részt vegyek az eventbe és megkapjam a jutalmakat, de nem lesz ez a az őrületes szintezés. Hát 78 szint, ez tulajdonképpen úgy, hogy ha úgy veszük, hogy egy kastélynál több, mint ami bármilyen feljegyzéseimben szerepel. Úgy emlékszem, hogy a régi Soma egy kastélyjal, amikor elértük a... Hoppá, 79 ezek szerint a szint, amit elértünk. Szóval a régi Soma egy kastélynál annó, amikor még a végtelen eszköz idejében farmolgattam, akkor szerintem volt, hogy a egy hét alatt 100 szintet is ö, megléptem, de legalábbis azóta, mióta elértem ö, legutóbb a Somáj kastéllal a legendás 800-at, ez a, a valaha volt legnagyobb teljesítményem így egy hét alatt. És hát tegyük hozzá egy végtelen eszköz nélkül, tehát ö, valóban nagyjából most már megközelíthetőek azok a szintek. Igen, és elfogyott a kajánk, úgyhogy a seregeink már nem nagyon fognak visszaérni. Hát ez a pár száz démon ez még hazahozza ezt a rettenet mennyiségű erőforrás, de hát mindegy, nem fogjuk használni azt se. A fosztásomat akarom még megnézni, mert ahhoz képest, hogy nem nagyon volt nomádozás ebben az időszakban, 30 millió állunk jelenleg. Igen, tulajdonképpen időátugróm az lenne a következő nomádra, de ja, azt, azt akartam még mondani az ezüstözésnél, meg, meg hogy után kell töltenem a dolgokat hogy a pajzsom nagyon elfogyott, ez a pajzsfal. Ugye az idegeneket is már csak ilyennel tudom támadni, mert a, a Megszálló Maszkja című ugye idegenes pajzs az már rég elfogyott, és hát ebből is nem tudom, egy olyan 30 darabot mondjuk átlagban elhasználok támadásonként, és a, a nomádnál is, a, a nomádos pajzsom is például el van fogyva, szóval... A Nomádnál is ugyanezt használom, és ebből 5300-at lehet venni hetente, és ezen a héten már kivettem, úgyhogy abból se ártana egy kis utántöltés, mielőtt újra belefogunk egy ilyen idegen támadós mizériába, mert attól félek, hogy lehet, hogy egyszer a, a pajzs fog határt szabni tulajdonképpen a működésünknek, úgyhogy ezt nem akarom megvárni. Rendesen be akarok spejzolni pajzsból. Fejleszteni itt az épületeket, meg ilyesmikre nem volt nagyon időm természetesen a nagy idegenezés közben, videókat egy-kettőt szerencsére meg tudtam vágni, úgyhogy annyi hasznos tevékenység még folyt párhuzamosan, de tulajdonképpen a keddem és a szerdám az teljesen, illetve hát még a mai nap is egy-kettőt javalkürökkel támadtam, úgyhogy az, az teljesen ráment erre az eventre. Október 23-a volt, most a, a, szerdám is egy teljesen szabad ünnepnap volt és, és szünet. Nekem hát tényleg a 15 ezer valkür amit hozzánk vágott egy ilyen promóciós csomag keretében a játék. Az is elég sokat segített abban, hogy meg tudjam még csinálni ezt a, nem tudom, utolsó 50 vagy 100 támadást. Már ugye azt mondtam nektek a amikor spekuláltam, hogy vajon mennyi lesz, hogy hát olyan 50 kötőjel 100 szintet fogunk lépni, most már szerencsére közelebb vagyok a 100-hoz, úgyhogy abszolút sikerült elérni, amit akartam, de nagyon meg voltam ijedve, amikor már csak 23 ezer katonám maradt, és még közelébe se voltunk, még az 50-nek se. Jó, hát közelébe már voltunk, de még nem értük el az 50-et se, és akkor jött cseten az info, hogy van ez a, az akció, és akkor másnap reggel, szerda reggel gyűjtöttem be végül a valkűröket, és hát nagyon nagyon-nagyon erősek, tehát meg sokan is voltak, szóval konkrétan ott az elején 5 támadást, majd ugye csökkentettem a hullámokat eleinte 6 hullámba, majd 5, majd négybe, mert a négy hullámos támadás is elég jól működik igazából a valakürökkel, tehát ilyen 300 alatti bukók voltak mindig, még ugye a, a sima támadásoknál előfordul az 5-600-as bukó is, úgyhogy lassan fogytak, sokan voltak, sok támadásba be tudtam őket rakni, és hát nagyon magabiztosan hozogatták szépen a 40 ezer dicsőségpontokat. Igazából a tanulság az, vagy hát amennyit így technológiailag fejlődtem, hogy nagyon kell nézni, hogy a katonák a falon mennyiket buknak, mert ha így látjuk, hogy 3-4-eket, akkor például nem kell csomószor eszközöket berakni és azzal rengeteg pajzsot lehet például spórolni, illetve folyamatosan monitorozni kell, és akár parancsnokról parancsnokra megjegyezni, hogy igen, a kettes parancsnokom kevesebb dicsőségpontot hozott, úgyhogy annál egyel több zászlót rakok be de hogy folyamatosan monitorozni kell a zászlóknak a mennyiségét, és akkor el tudjuk érni azt, hogy a lehető legkevesebb zászlóval érjük el mindig ugyanazt a 40 ezer dicsőségpontot, és akkor ezzel mondom, igazából a későbbi készleteket spóroljuk meg, tehát ha mondjuk nekem, 1000 zászlóból 30 támadás jön ki, akkor sokkal kevesebb zászlót kell összegyűjtenem legendás 950-es szintig, mint hogyha 1000 zászlóból mondjuk csak 20 támadás jön neki. És akkor volt még egy player támadásom is. Hát sajnos bukott a kollega kémje, és láttam, hogy ott van a 15.000 valkűr a kastélyában, amivel hát gyakorlatilag jó csak védők voltak a kastélyomban, mert kiküldtem Galambos várba a támadókat, de bárhol be tudott volna ütni, úgyhogy egy megelőző csapásként sajnos ki kellett szedjem a 15.000 támadóját, hát semmi más nem volt a kastélyában, úgyhogy hát ez sikeresen. Megúztam ezt a dolgot, viszont legalább kaptam 88 érdemet, meg 143 ezer dicsőségpontot, mintha ez annyit számítana. Az érdemem viszont azt lehet, hogy fel fogom tornázni ezer fölé, mert az egy elég jelentős dicsőségbónusznövekményt jelentene, de ahhoz majd át kell néznem, az szerintem nomád alatt meg fog történni. A védelmeket elosztom rendesen a védőket erődökbe, és akkor, amikor legközelebb megyünk neki az idegeneknek, akkor ma még kevesebb zászlót kell majd használjak ahhoz, hogy meglegyen ugye a kívánt hatás. Hát most már ilyen száz szinteket nem fogok lépni ezzel a kastélya, mert egyre több tapasztalatpont kell egy-egy szintnek az eléréséhez. Úgyhogy most már csak ilyen 30-40-ekkel fogunk haladni, de év végére az 550 biztosan meg lesz, illetve hát van még egy teljes november-december tele szünetekkel, úgyhogy azt sem tartom kizártnak, hogy a legendás 650 is meg legyen, viszont majd a következő videóban beszélni fogunk róla, hogy nem szükséges már a 650, a sörös katonák kifejlesztésének az elkezdéséhez legalábbis, úgyhogy teljesen fölösleges igazából ez a gól vagy cél, mert legendás 650 nélkül is gyönyörű szépen már az is lehet, hogy, hogy évvégéig el tudjuk kezdeni majd a Söröseket fejleszteni, mondom erről a következő videóban egy kicsit részletesebben lesz szó, úgyhogy még egyszer 60 ezer katona mínusz, 7 millió dicsőségpont plusz, néhány százezer hatalompont is mínusz, mert ugye 2 millióról indultunk, és hát 79 szinttel lettem nagyobb, ami hát legendes 425-ről 504-es szintre ugorva azért már egy elég jelentős energiabefektetés. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, illetve látogassátok meg a Patreon oldalamat is, link a leírásban, és a következő videóban megnézzük, hogy mi a helyzet a sörös katonákkal. Addig is jó játékot kívánok mindenkinek! Sziasztok!